Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. Ma egy bizonyság sorozatot hallhattok, hisz egy olyan családnak a történetét hallhatjátok, akiket Isten, akit Isten kihozott nagyon mély helyről és nagyon sok betegségből szabadított meg. Szeretettel köszöntelek téged a stúdióban. Kérlek, mutatkozz be nekem pár Isten szóval, áldjon. Meg a nézőknek. Isten áldjon, Rafael Szabrina vagyok. Pestről érkeztünk, Halásztelekről, és 4 gyerekes anyuka vagyok. Gazdag vagy akkor. Dicsőség az Úrnak. Szabrina, kérlek, meséld el, hogy milyen volt az Úr nélkül az életetek? Milyen kihívásokon és nehézségeken mentetek keresztül? Hát igazából én keresztény családba születtem bele, és volt egy kép arról, hogy milyennek kell kereszténynek lenni. És igazából, amikor bejött ez a vírus, hogy bezártak a gyülekezetek, akkor ugye magamra maradtam, és jöttek a gonosz támadások, a gonosz gondolatok, amiben egyre mélyebben beleestem, és magamról is el is hittem, és már úgy is beszéltem. Milyen gondolatok? A halálnak a gondolatai? Nem, hanem ugye én, nekem meglettek a gyerekek, és azt szerettem volna elhelyezkedni, és mivel nem olyan magas a tanulmányi szintem, így próbáltam több helyen elhelyezkedni, de nem sikerült sehol, mindenhol ezt a elutasítottságot, hogy nem vagyok elég, nem vagyok, kevés vagyok, és ez nekem annyira mélyen, mélyre vetett engem, hogy én nagyon rosszul éreztem magam ez miatt, és ugye nem volt gyülekezet, és magamra maradtam, és így Isten ezt kihasználta az én életembe, hogy személyesen csak velem foglalkozott, hogy nem gyülekezetbe jártam el, hanem személyessé vált ez az egész, és én mozdultam Isten felé, és kerestem Istent, és a Kriszpásztoros videókat kezdtem el nézni, és ő volt az, aki által így láttam azt, hogy én nem vagyok egy senki. Hogy én nem, hogy Isten szemében én több vagyok, és hogy ne azt nézem, hogy külső szemmel, hogy a világ mit mond rám, és hogy mennyiben néz engem, hanem Isten szerint is, ő a leghatalmasabb, és hogy neki számítok valamit, akkor biztos itt ez valami hazugság történik körülöttem. És ugye, ahogy néztem ezeket a videókat, úgy bukadtam rátok, hogy ugye ti közvetitek, és megnéztem a videótokat, és ahogy beszélt a Tamás pásztor, minden egyes szava annyira ki volt szentízve, nekem szólt mindent tényleg, és éreztem, hogy hív engem le Isten ebbe a gyülekezetbe. És ugye lejöttünk, és én életemben nem láttam élőbe gyógyulást. Soha, tényleg. És az, hogy az én családomban megtapasztaltam itt ebbe a gyülekezetbe a gyógyulást, ez elmondhatatlan, hogy miből kivett minket, pedig csak egy pár hónapja járunk gyülekezetbe, egy párszor voltunk, és mégis Isten a kezét megmutatta az életünkbe, a gyerekeimet megszabadította, és tényleg ilyen éves betegségekből kivett minket, pedig... Mik voltak ezek a betegségek konkrétan? Tehát akkor kezdjük mondjuk az egyik gyermekednél. Van egy kislányom, 10 éves, Graciela-nak hívják, és 5 évvel ezelőtt elkezdődött neki egy olyan, hogy minden nyáron a készfején allergiás, ilyen ekcémás tünetek voltak. Már most annyira elfajult ez neki, hogy gyulladt volt már a keze, viszkedett neki, kaparta, piros volt, már a mellkasán, a hátán, a hajlataiba előjöttek neki, és ugye én még kis csecsemő kereszténynek gondolom magam, és nem tudtam azt, hogy az én hitem elég erre, hogyha én hiszek, akkor ő meg tud gyógyulni. És én ebben nem voltam tisztában, hogy az enyém elég. És azt mondtam, hogy hát jó, akkor elviszem őt orvoshoz, és akkor adnak rá valamit, és akkor, mert mivel azt hittem, hogy én nem vagyok elég ehhez. És elvittem ő egy magándoktornőhöz, és
olyanokat mondott a doktornő, hogy semmi bíztatót, csak a rosszat, hogy ez semmi, ez rosszabb lesz, és hogy ahogy étkezik, hogy mindenre ki fog terjedni ez az allergia, hogy nagyon odafigyeljek, és olyan ilyen kategorizálta a kislányomat, a kislányom bőrét, hogy már szinte azt mondta, hogy ez selejtes, hogy ez mindenre, hogy külön kiírt neki sampont, szteroidis krémeket írt ki neki, különböző krémeket, sokat fizettem a patikába, és kiírt neki, és amikor kijöttünk a rendelőből, ugye nagyon nem tetszett, amit mondott, és azt mondtam a gyerekeimnek, hogy semmit ne higgyetek el, amit mondott ez a nő, semmit, mert csak a rosszakat mondta ki ez a nő, és én ezt nem fogadom el, és ti se fogadjátok el ezt, amit mondott. És ugye lett közben egy online pásztorom is, akinek nagyon hálás vagyok, az Efi, és vele szoktam beszélni, és ugye mindig segít engem hitben, és mondta, hogy mi is imádkozhatunk a gyerekekért ugyanúgy, és elkezdtünk érte imádkozni a kislányom kezéért, és egy hét alatt minden nap kevesebb volt a kezén ezekből a gyulladt allergiából, és egy hét alatt teljesen megtisztult a keze, mintha soha nem is lett volna beteg, teljesen helyre jött. Nyoma nincs annak, hogy ő valamikor beteg volt. Teljesen, úgyhogy... Fantasztikus. Látod, becsatlakoztál egy folyóba, ahol elérhető a gyógyulás, elérhetőek a csodák, a jelek, és mennyire fantasztikus, hogy még nem is csak, hogy pásztor imádkozott a kislányodért, hanem, hogy az online pásztoroddal egy akaraton imádkoztatok. Elég harcos az az online pásztor, ismerem, ő elég harcos és elég nagy a hite, igen. Én vagyok az online vezető pásztora, úgyhogy ismerem a módszereit, de nagyon erőteljes imádkozó. Nagyon örülök, hogy őt kaptad. Tudod, úgy választunk az embereknek pásztort, hogy előtte imádkozunk, hogy ki legyen annak a embernek a pásztora. Gabriella pásztori osztja szét az embereket, hogy kihez kikerüljön, és előtte mindenki felett imádkozik, és a Szent Szellem segítségét kéri. És nem csak így találomra osztunk pásztorokat az embereknek, hanem nagyon-nagyon pontosan a Szent Szellem vezetése alapján. És mennyire csodálatos, hogy hozzád pont olyan pásztor adott az Úr, aki neked a problémádra pont, hogy tud segíteni a megoldásban és a kijövetelbe. És egy hét alatt több éves probléma megoldódott. Igen. Ez fantasztikus, Szabrina. Istennél nincs lehetetlen. Nincs. Mi volt a következő csoda, amit átéltetek? Hát még nekem ugyanennél a kislánynál volt olyan, hogy hát 3 héttel ezelőtt anyukáméknál hagytam a kislányomat, és a medencét borították ki, elesett, és a jobb lábán a nagy ujja, ugye megütötte, de nagyon így visszafordult neki, és vittem orvoshoz, meg is állapították, hogy neki eltört az a csont. Nem tettek rá gipszet, nem tudom mai napig, hogy miért nem, de nem tettek rá, és utána az követő héten volt ez a gyógyító alkalom a Krisz pásztoréknál, az a 3 napos, és otthon néztük, és imádkoztunk a gyerekekkel, és rátettük a kezünket a kislány lábára, és imádkoztunk érte. Igazából nem is mondtunk el ilyen nagyon nagy, meg sokáig tartó imákat, csak megvallottuk, amit mondott a pásztor. És mondta a kislányom, hogy anyu, rendben van a lábam, meggyógyult. De ugye mi nem láttuk, hogy, mert ugye előtte sántítva jött utánunk szegény, már fájt a lába a sántítástól is, és mondta akkor, hogy meggyógyultam, rendben van a lábam, anyu. És csak így néztük, hogy jó, aztán másnap jöttünk gyülekezetbe, a Miskolci gyülekezetbe hozzátok, és már nem is akarta felvenni azt a papucsot, amit vettem neki, ami védi a lábát, hanem nyitott szandárba volt, és sántítás nélkül lejött, és táncolt dicséret közben, és nyoma nem volt annak, hogy amúgy törött a lába. És neki ugyanaz volt, hogy egy hét után ugye szaladgált már, pedig azt mondták, hogy 3 hétig minimum fekvés, pihenés és szigorú vigyáznia kéne a lábára, de
táncolt a dicséreten is, és nem, nincs baja. Összefolt a csontja a gyógyító alkalom alatt. Ez fantasztikus. Igen. Dicsőség az Úrnak. Isten mennyire csodálatos. Nagyon örülök. Mi a következő? Mit tett még veletek az Úr? Van még egy kisfiam, Luciano-nak hívják, és hát 11 éven keresztül, most már ugye 11 éves, most már ugye nem mondom, de előtte 11 éven keresztül bevizeléssel szenvedett, és láttam rajta azt, hogy nagyon szégyelli, és nem tudtam rajta segíteni. Vittem orvoshoz, teljesen épp, minden normális benne, nem volt, nem betegségtől volt ez neki. És ugye nem tudtam, hogy mit évő legyek, és kimentünk a pásztorhoz, Tamás pásztorhoz, és elmondtam neki ezt, hogy ezért szeretnék imát is. Imádkozott értünk. Otthon mi is megvallottuk minden nap, a Zefivel is imádkoztunk ezért, és egyszer volt olyan, hogy a Zefivel találkoztunk, és imádkozott a kisfiamért, átölelte, és mondta, hogy remegtek a csontjai, miközben imádkozott, és érzett valami csikiző érzést a veséjénél, és megszűnt. Megszűnt. Azóta nincs bepisilés, és én is hálás vagyok, de a kisfiamon látszik, hogy ő még hálásabb ezért. Nagyon, nagyon, nagyon megérintette ezt őt, hogy Isten megszabadította őt. És tudod, mi a fantasztikus, hogy ezeknek a kisgyerekeknek örökre lenyomatot hagyott. Igen. Az Úr az életükbe. Tehát ezt senki nem törölheti már ki. És ez egy valódi bizonyíték arra nekik is, hogy Jézus létezik. Hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Érezted, hogy a családodat, mielőtt ide csatlakoztatok, és körbevette ez a baleset hajlam, hogy tragédiák történjenek. Érezted, hogy nem vagytok biztonságban? Vagy az otthoni légkörben érezted ezt a szellemiséget? Hát amióta igazából komolyabban elkezdtük ezzel foglalkozni, és komolyabban mondjuk a megvallást otthon is imádkozunk, szóval minden napjainkban benne van a Isten és a gyülekezet, minden nap szól. Azóta otthon is a légkör teljesen megváltozott, nem olyan, mint régen. Igazából a háttérből, az én családomból én voltam az, akinek mindig valami baja volt, mindig valami kórházi esetem volt. A testvéreimnek nem, csak nekem, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy ez a vonal folytatódott tovább. Megtört az átok a családotokban. Jött az átok helyett az áldás. Jött a betegség helyett az egészség. Jött a gyász helyett az öröm. Isten mindent kicserélt. Démonok ki, Szent Szellembe. És mindent, amit az ellenség elrabolt tőletek, Isten helyreállítja, amit a szöcske és a cserebogár megrágott, amire az ellenség rátette a kezét, az most megtört. Jó online tagnak lenni? Nagyon. És nagyon. Miért jó? Hát mert fogja a kezemet az a pásztor. Nem az van, hogy csak a saját gondolataim szerint élem az életemet, hanem fogják a kezünket. És egyáltalán nem mindegy, hogy csak úgy eljárunk, és ott vagyunk, vagy hogy a hétköznapokban is tudunk valakihez fordulni, segítséget kérni, imában támogatnak, segítenek, és ugye egyből látjuk is a gyümölcsét annak, amiért imádkozunk. Úgyhogy lehet, hogy törődnek veled? Igen. Furcsa ez, hogy ennyire szeretve vagy. Igen, nagyon. Nem is tettél semmit, és már felhív valaki, hogy én leszek a pásztorod, és ezentúl fogok neked segíteni. Igen. Ezt azelőtt soha nem tapasztaltam, és ebbe a gyülekezetbe is olyan óriási a szeretet, hogy én ezt nem is tudom szavakba elmondani. Nagyon nagy szeretet van itt nálatok, és elfogadás is. Ugye én roma vagyok, és úgy fogadtatok engem és a családomat, hogy feltétel nélkül, nem az, hogy egy kalap alá, hanem feltétel nélkül is különleges az, ami itt van nálatok is. Ilyen helyett én nem tudok máshol. Gyógyultál te, és ment az elutasítottság.
Nagyon örülök, nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm ezt a bizonyságot, hiszem, hogy sokakhoz szólt. Szabrina, köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm. Isten áldjon meg. És kedves nézőink, hozzátok szólok. Ha tapasztalsz különböző betegségeket, nyomásokat, akár a halálnak a szellemét érzed a családodban, tudnod kell, hogy van kiút, van megoldás. Szabrina életében is folyamatos volt a baleset hallam, az átkokat tapasztalták, különböző betegségeket, a gyermekei több évig szenvedtek különböző betegségekben. Sátán tönkre akarta tenni ezt a családot, hisz azért, azt akarja Sátán, azért jött, hogy öljön, lopjon és hogy pusztítson, de Jézus Krisztus azért, hogy életetek legyen, és ne csak életetek, hanem bővölködő életetek. Tudnod kell azt, hogy van ezekre a problémákra, akár családon belül megoldás. Van megoldás arra, hogy az átok teljesen megtörjön, és jöjjön az áldás. Jöjjön az átok helyett az áldás, a betegség helyett az egészség, a szenvedés és a nyomor helyett egy bővölködő és teljes élet. Erre hívott titeket el az Úr, és van megoldás, és van kiút is, ami az orvostudománynak lehetetlen, az Istennek teljesen lehetséges. És ne maradj egyedül a problémáiddal. Ha szeretnél, nyugodtan jelentkezhetsz online tagnak, ahogy Szabrina is tette. És folyamatosan, aki tagnak jelentkezik, onnantól kezdve kap egy folyamatos pásztorlást, segítséget és lelki gondozást. Nagyon örülök, hogy velem tartottál, és gyönyörű áldott napot kívánok nektek. Isten áldjon benneteket!